Jó napot kívánok minden kedves hallgatónak, egyenként, külön-külön is, és együttesen is. Tóth Zoltán és Kis Katalin köszönti Önöket. Ma már ugye nem sok időnk van karácsonyig, azért még van jóval több, mint egy, nem jóval, több, mint egy hónap, ugye? Vasárnaphoz egy hónapra lesz karácsony. Tehát már olyan sok időnk nincs felkészülésre, de azért megpróbálunk mindenfélét elmondani önöknek. A mai műsorban főleg magáról a karácsonyi szokásokról fogunk beszélni, mégpedig úgy, hogy megpróbálunk tőlünk távoli tájakat is bejárni vele. Meglátjuk, mennyi fér a műsorunkban, hogy még azon kívül praktikus tanácsokat is adunk-e, vagy csak egy ilyen érdekes figyelemfelkeltő karácsonyozási felkészülést csinálunk. Természetesen először a magyarországi népszokásokról, illetve szokásokról beszélünk. Hát ez a magyar karácsony, határon túl is a magyarok egy részei így köszönti a karácsonyt, így várja, és a határon belül a nem csak magyar nemzetiségűek. De hát ez összefoglal a magyar karácsony. Talán a legszebb, amit idézetként elmondhatok önöknek, az én kedves kisfalumba a messiás boldogságot szokott hozni. A templomban hosszú sorba indulnak el ifjak vének, az én kedves kisfalumban hálát adnak a magasság istenének. Ezt Ady Endre írta a Karácsony című versében. És ez bizony sok emberre vonatkozik, ha nem templomba megy, akkor is valamilyen módon köszönti a karácsonyt. A története a karácsonynak egy középkorból fennmaradt regős misztérium játék, ami búcsúban találtak meg a Kalendi ünneplésének, ez egy római mitológiai ünnep volt, hasonlóan az ország környezetében lévő bolgárokhoz és szlávokhoz is. Ez arra enged következtetni, hogy a korai Magyarország karácsonyaiban is maradtak pogány elemek. Magyarországon a katolikus keresztények számára Jézus születésének napjának fényfontja a karácsonyi misén való részvétel. Ez vagy 24-én éjfélkor, vagy 25-én napközben van. Hát gondolom erősen függ attól, hogy van-e pap abban a faluban, vagy körpap van, és akkor meg kell várni, míg odaér. De ez hagyományosan is így volt. A református keresztények szentestén, azaz 24-én istentiszteleten vesznek részt, majd unorcsorát vesznek. 24-én hagyományosan a katolikus családok böjtölnek, ez a karácsonyi böjt, és csak este fogyasztják el a böjti vacsorát. Ez eredetileg alma, dió, méz és fokhagyma, majd vajas bableves hús nélkül, ez egy böjtös bableves, végül mákos guba volt. De újabban kialakult, hogy hal, illetve töltött káposzta kerül ilyenkor az asztalra. Igen, hallom, hogy kacarászol ezen, szerintem nagyon jó pofa. Ugye ezt eddig az internetről vettük, ezeket a tudású anyagokat. Hát az alma, dió, méz és a fokhagyma az egyértelműen szerintem az egészségre vonatkozik, hogy karácsonykor is egy ilyen jóslás az évre, hogy egészségesek legyünk. A bableves ugye, vagy a lencse, ezt nem írja ő, de szerintem a lencse is, és a mákos guba is, az a sűrű fülérekre vonatkozik. Tehát, hogy jól éljenek az emberek a következő évben. Rengeteg ilyen időjóslás van, majd erről még olvasok. És a hal, ez Jézus szimbóluma, és a töltött káposzta nem tudom, hogy kerül bele ebbe. Hát úgy, hogy nagyon szeretem. Igen, de nem csak mi eszünk töltött káposztát, tényleg belekerült a karácsonyi étekek sorába. Ugye egészségesnek nagyon egészséges, sok savanyú káposzta, és az, hogy hústartalma van, az pedig a,
a jobb éveknek az előhírnöke kellene, hogy legyen. Na mindegy, majd kiderül, hogy milyen évünk lesz. A néphagyomány szerint karácsonyi asztal fontos szerepet játszott az ünnepkor. Az asztal díszítésének és az étkezésnek szigorú rendje volt. A feltállalt fogásoknak mágikus erőt tulajdonítottak, régebben a karácsonyi abroszt tavasszal vetőabrosznak használták, és abból vetették az első gabonamagvakat, hogy bőtermés legyen. A megterített asztalra gabonamagvakat helyeztek, és abból adtak a baromfiaknak, hogy jól toljanak, az asztal alá pedig szalmát tettek annak emlékére, hogy Jézus jászolban született. Később ezt a szalmát a jószág alá tették, hogy egészséges legyen, de volt, ahol gyümölcsfákra is kötöztek belőle, a jó termést remélve. A szigorú rituálékhoz tartozott, hogy a gazda asszony nem állhatott fel vacsora közben az asztaltól, hogy jól tojó tyúkjai legyenek. Szerintem ezt azért találták ki a gazda asszonyok a tyúkokon kívül, hogy végre egyszer ők is nyugodtan tudjanak egész étkezést. Igen, meg rohangáljon a konyha és a ebédlőasztal között. Igen, a kérdés az, hogy akkor ki hordta be az ebédet, meg egész nap kifőzött. Tehát ez, igen. Szóval ez egy olyan általános összefoglaló, de igen, szóval megbecsülték a nőket a tojótyúkjaik miatt. December 25-én következik a karácsonyi ebéd, vagy karácsonyi vacsora. A család, esetleg a nagyobb rokonság ilyenkor összegyűlik, hogy együtt fogyassza el a karácsonyi ételeket. A magyaroknál a bensőséges családi együttlét általában 24-én estére, a szentestére esik, míg a nyugat-európai országokban többnyire ez 25-e. A nem vallásos, de keresztény kultúrkörben tartozók számára a karácsony általában a szeretetet, a családi együttjét létet jelképezi. Karácsonykor elterjedt szokássá vált megajándékozni a szeretteinket. Az üzletek és áruházak a szentestét megelőző hetekben igyekeznek kihasználni az ajándékozás szokását, és reklámdömpinggel próbálják bevételüket többszörözni. Ezzel sokszor pusztán fogyasztási lázzal torzítva az ünnep hagyományos és a valódi lényegét. Ezzel azért nem értek igazán egyet, bár én is látom, hogy nagyon sok a reklám. Kommercializálódott. Mit csinált? Kommercializálódott. Így inkább, mint ahogy itt le van írva, igen. De hát nagyon sok helyen visszatér az a szokás, ami a mi gyerekkorunkban is volt, hogy karácsonyra bizony hasznos dolgokat kaptak a gyerekek ajándékba, a felnőttek meg semmit. Legfeljebb egy könyvet. Tehát ez szerintem kezd visszajönni. Ha felnőttek, természetesen rengeteg háztartási felszerelést kapnak, akár a gyerekeiktől is, hogy jobban tudjanak főzni, meg könnyebb legyen a házi munka. De hát a gyerekek ma is ruhaneműt kapnak zömében karácsonykor, maximum egy-egy társas játékot vagy könyvet, amik szintén rendkívül fontosak és hasznosak. Az meg, hogy ez pont karácsonykor van, hát ebbe csak annyit tudnék hozzátenni ehhez, hogy mikor a mi gyerekeink kicsik voltak, akkor mi azt csináltuk, hogy augusztusban elkezdtük venni a karácsonyi ajándékokat a különböző akciókon, mert hogy sokkal olcsóbb volt. És úgy látom, hogy ezt most már a kereskedelem is átveszi, ezt az ötletet, vagy ők is kitalálták természetesen, hiszen ez a Fekete Péntek nevű árleszállítás hullám, ez most egy hónapon keresztül tart. Tehát ők is rájöttek, hogy bizony nagyon meg kell fogni azt, hogy mire költünk és mire nem. Sőt, az én kedvenc karácsonyi ajándékom, amit szoktunk adni a gyerekeinknek, unokáinknak, azok a színházjegyek, és ott is van 15-30%-os árengedmény. Tehát tessék odafigyelni arra, hogy mire mit költünk, és értelmes karácsonyi ajándékokat vásárolni. Na, visszatérek akkor az internetre. Régebben a betlehemezés a legismertebb és legelterjedtebb karácsonyi szokások közé tartozott, amely egy többszereplős, dramatizált játék volt,
És az egész országban ismertek voltak ezek a játékok. Néhány helyen állítólag ma is gyakorolják. Én templomban hallottam már, olyan templomot már hallottam, ahol van betlehemes játék. Szerintem ez főleg attól függ, hogy azon a környéken van-e játszókedvű gyerek és szülő, mert hát azért ehhez kellenek szereplők, és kell időt ráfordítani. A falusi betlehemezés legfontosabb eleme a betlehemi pásztorok párbeszédes énekes játéka volt, illetve van. A dramatizált játék fő eleme a kis Jézust imádó három pásztorról szóló bibliai történet. Ugye ezt Magyarországon ma már inkább három királyoknak hívják, de hát ez főleg szerintem József Attilától lett három királyok az általános elnevezése, nem? Lehetséges, igen. Köztük a nagyot halló öreg pásztor képás perbeszéde is szerepel. A betlehemezés fő kelléke egy templom alakú betlehem volt, amelyben a Szent Család volt látható. A pásztorjáték szereplői voltak a kis templomot hívő két angyal, a három pásztor, illetve a Szatmári országrészben. Őket kiegészítette a huszár és a betyár alakja. Ez egy elég váratlan fordulat, ezért is akartam elmondani. Elnézést kérek. Tehát ezt a huszár és betyárt én még nem láttam, de jópofa játékos ötlet. Hogy a kereskedelemre tegyünk még egy kis utalást, rengeteg ilyen betlehemes dolgot lehet készen kapni, ha valakinek van kedve, otthon is nyugodtan összerakhat egy ilyet. Minden megengedett karácsonnyal kapcsolatban, de főleg az, hogy jókedvűek és szeretetteljesek legyenek ezek a családi összejövetelek. Akkor most térjünk át egy kicsit, szintén az internet segítségével, némileg majd bele fogunk mi is kotyogni olyan helyen, ahol jártunk karácsony előtt, vagy karácsonykor talán külföldön nem voltunk, de olyan helyen, ahol voltunk karácsony előtt, készületeket láttunk, ilyen volt többek között Amerika. Elmondanád, mit olvastunk az interneten? Igen, a Wikipédia szerint az Egyesült Államokban a karácsony szövetségi ünnep. De a karácsonyi időszak a hálaadás másnapján, fekete péntekkel kezdődik meg. A karácsonyi díszek általában november során tűnnek fel a házakon, illetve más hasonló időpontokra eső ünnepeken, a Hanukán, a Juton, a Kvanzán, Vízkereszten is megrendezésre kerülnek. December 26-át is gyakran kiadják szabadnapként, bár a szövetségi szinten nincs elismerve. Több alaszkai indián törzs is az új év kezdetekor ünnepli a Kuviasuvik ünnepét, ami egy napra esik karácsonyja. Az Egyesült Államokban az ajándékot átadó figura neve Santa Claus. Ezt egyébként jól tudhatjuk a különböző az internetet és a televíziókat elöntő amerikai karácsonyi filmekből is. A kontinensen időbe telt a hagyomány elterjedése, mivel az első telepesek puritánok voltak. A karácsony ünneplése országszerte mindössze a 19. század közepére terjedt el, amiben nagy szerepet játszott Szent Miklós látogatása című vers is. Gazdasági fontossága is sokat növekedett, az év egyik legnagyobb bevétel forrása sok üzletnek. Ugyan eredetileg megszokottak voltak a természetes fenyők a házakban, a 21. századra azonban már a lakosság többsége újra felhasználható műfenyők mellett döntöttek. Zárójelben megemlítem, hogy már nekünk is, mióta a gyerekeink felnőttek, műfenyőnk van. Karácsony idején zoknikat aggatnak az USA-ban a kandalló fölé a gyermekek, abban a reményben, hogy azokat Santa Claus megtölti ajándékokkal. Szokás szerint az asztalon
ott hagynak egy-egy pohár tejet, apró süteményeket, amit a télapó állítólag az éjszaka folyamán elfogyaszt. A karácsonyi ajándékok általában a fő fa körül vannak elhelyezve, az ajándékozás hagyomány szerint karácsony reggelén történik meg, de egyes családok saját hagyományaitól függően akár már december 24-én este is átadják a meglepetéseiket. Bocsánat, ez valószínűleg azért van, hogy a beköltözők, tehát ugye Amerikában most is rengeteg különböző nemzetiségű ember költözik be, hát hogy hozza otthonról a szokást, ugye Európa nagy részében 24-én este van, de az angol száz területeken, Európában is 25-én reggel van ajándékozás. A vallásos családok köreiben megszokott részvétel az istentiszteleten a karácsony előtti vasárnap, illetve az éjféli mise karácsony este. Az ünnepeket sokan a jótékonyság időszakának tekintik, és ekkor segítenek a rászorulóknak is. A megszokott karácsony esti vacsora töltött bujkasült, sonka vagy marhasült. A köret általában krumpli, tök, sült zöldségek és áfonya szósz, tonikkal és sherryvel tálalva. Az olasz származású családok köreiben a halételek és a lazánye fogyasztása is megszokott, míg az ország délnyugati részén a tarmele se ritka. Na, ennek utána kell néznem, hogy ez melyik étel. A sport az országban kiemelkedő szerepet játszik karácsonykor, a National Basketball Association és a National Football League is tart mérkőzéseket karácsony napján, az utóbbi csak akkor, ha az hétvégére esik. Most ennyit fejtettünk meg a Wikipédia leírásából. Akkor most mondjunk egy pár mondatot arról, hogy mi voltunk egyszer. Többször voltunk az Amerikai Egyesült Államokban elnökválasztáskor, de volt olyan, amikor ez már fölállították már a karácsonyfákat az utcákon és a tereken. Ugye rengeteg helyen hatalmas az a város, New York, és rengeteg helyen van. De hát vannak a legismertebbek, amik a különböző filmekben szerepelnek. És hát fantasztikus. Egy város, amelyik tényleg nem alszik sohasem, állandóan történik valami éjjel-nappal, nagyon szereti a fényt, a csillogást, nagyon büszkék is arra, hogy milyen hatalmasakat tudnak csinálni, mert hogy a felhőkarcolókon azért van hely dekorációt csinálni, és hát nagyon sok helyen vannak jégpályák ilyenkor, hideg is van, tehát amikor még nem voltak mesterséges jégpályák, akkor is volt korcsolyázás, mert bizony a folyó is időnként befagyázott. Tehát azon is lehetett korcsolyázni, és hát az árubőség és az üzletek kínálata az olyan nagyon amerikai, de nagyon érdekes. Én nekem az egyik legnagyobb élményem az volt, hogy az áruházakban a női ruhák nem csak úgy vannak számozva, mint nálunk, hogy vagy szám szerint, hogy 36-ostól 50-esig, vagy nagyon dagiknak is, hanem úgy is rendszerezve vannak, hogy a kisméretű számméretezések, a nagyméretű, a közepes méretű asszonyok és a nagyméretű asszonyok, ezeknek mind-mind külön, de mindegyiknek ugyanaz a betű méretezés van, csak nem úgy van, hogy aki nagyon testes, az szégyelje magát, hogy ilyen testes, és akkor 8XL-es, hanem nekik is van S-től L-ig számozás. És ez külön részeken van, úgyhogy még csak az sincs, hogy megvetőleg kelljen nézni, hú, te milyen dagi vagy, vagy hú, te milyen kicsi vagy. Hiszen egy ennyire színes országban, ahol az emberek is színesek és fehértől a sötét fekedéig minden van, ott a méretek is ennyire színesek, változatosak.
És ez nekem nagyon tetszett, hogy ezt mindenki tudja, és mindenki így vásárol, hogyha kicsit eltérő a méret, akkor nagy áruházban kell vásárolni. Igen. Ehhez én még azt tűzném hozzá, hogy mivel én is a testesebb emberek közé tartozok, hogy Amerikába, illetőleg Nyugat-Európába sokkal nagyobb a méretválaszték, mint itt Magyarországon vagy Kelet-Európában. Tehát itt Magyarországon jóformán nem lehet olyan méretű ruhát kapni, vagy zakót, vagy nadrágot, amely pont passzolna rám. Ehhez minimum Bécsig kell elutazni. Itt mindig valamit igazítatni kell. Ezzel szemben, ha a nagyobb választékú országokba megyünk, nyilván ez nagyobb teljesítőképességet jelent az adott gazdaság részéről, ott szinte soha nem kell ráigazítani az emberekre a ruhát. Ez így van. Na, akkor lépjünk tovább. Az előbb már megemlítettem Angliát egy mondattal, de most beszélnék többet a részben a Wikipédia, részben pedig az emlékeink alapján, hogy milyen egy angol karácsony. Ezt is nehéz így kijelenteni, hiszen az Egyesült Királyságban nagyon sokféle nemzetiségű ember él, és bizony megtartják a részben a behozott szokásaikat, tehát nem felejtik el azt, ahonnan érkeztek, részben pedig hát ott élnek esetleg 1000 évek óta, mint a skótok, az írek, hát ezek, de ugyanúgy az Egyesült Királyság részei. Tehát elég nehéz erről általánosságban beszélni, de azért megpróbálunk itt okosabbak lenni az internetnél is, fog ez nekünk menni, nem, de azért elmondom. Az Egyesült Királyságban a karácsonyi készülődés már októberben elkezdődik. A bejárati ajtókat és ablakokat fenyőággal, gyertyával, dióval, mogyoróval dekorálják, és a feldíszített fenyőfát állítják már be a szobába. November elején karácsonyi pompával öltöznek az utcák, és bár december elején feltűnnek a karácsonyapok, de december 6-ai Mikulás napot nem ünneplik. Ez egy érdekes dolog, már az előbb az amerikainál is szó volt a Santa Clausról, ugye ez a Szent Miklós, igen. De nálunk van ez külön. Tulajdonképpen ebben eléggé egyedülállók vagyunk ezzel a Mikulás dologgal. Van ennek történelmi oka is, de most nem beszélünk. Hát persze, többek között ezt a Horthy Miklós nevenapjaként erősítették meg a magyar társadalomban. Pontosan. Ez nagyon erősen hozzájárult a Szent Miklós naphoz és a Mikulás dolgokhoz. Tehát december 24-én Christmas Eve munkanap. Jellemző, hogy az emberek a munkaidő végeztével még elmennek a kollégáikkal egy búcsúitalra, a hivatalos munkahelyi évbúcsúztató partikat, bálokat a cégek többnyire valamelyik korábbi karácsonyhoz közeli napon tartják. Ezt Angliában, csak zárójelbe jegyzem meg, szinte minden nap megteszik, hogy amikor véget ér a munka, akkor a következő sarkon lévő kocsma előtt állnak, isznak és dohányoznak. Igen. Sokan dohányoznak még mindig. De nem baj, mert legalább levegőn vannak. Az angol protest, nem, bocsánat, az anglikán templomokban is általános az éjféli mise, bár ez gyakran éjfél előtt van, például 11:30-kor. Nem tudom, ez miért különbség, de mindegy. Ugye ez azért fontos, mert az anglikán szertartások nem pont olyanok, mint a katolikus szertartások. Az angol protestánsok december 25-én Christmas Day templomba mennek. Utána mondják ki a becsomagolt ajándékokat, amelyek sok családban már egész hónapban gyűlnek a karácsonyfa alatt, de ezeket csak ezen a napon szabad felbontani. A legenda szerint az ajándékot Santa Claus, ugye ő már itt írja is, hogy ez a Mikulás, a kandallók kéményén keresztül hozza. A karácsonyi puding hagyományos angol karácsonyi sütemény. Ez biztos, hogy sütemény a karácsonyi puding? Nem, az az, nem, amit nem. A gyűrűt belerejtik? Igen, igen. Igen. Van olyan is,
csak itt az angol szakácskodásnak egy specialitásáról van szó. A puding eredeti jelentése többféle húsból összefőzött, összesütött karácsonyi ünnepi eledel. Azt hiszem, egyszer már elmondtuk a karácsonyi pudingnak az angol változatát, de majd utána nézek, és ha nem mondtuk, akkor újra el fogom mondani egy másik műsorban. Jó, úgyis főzni majd a következő műsorban fogunk szerintem. Tényleg, igen. Akkor itt megbeszéltük, hogy mi lesz a mai menetrend. Én nekem ez a karácsonyi puding csak az jutott eszembe, hogy valamelyik krimibe van az, hogy bele kell rejteni egy gyűrűt, de akkor majd légy szíves, ezt is nézd meg, hogy a krimit meg én megkeresem. Azt szeretném mondani, hogy ugye ez a nagy különbség, hogy itt 25-én bontják a csomagokat, nekem azt tetszik, hogy már előtte oda teszik a csomagot a fa alá. Hát azért kíváncsi lennék arra a gyerekre, aki azt nem próbálja meg kibontani, hogy mégis megtudja, hogy mi van benne. Már a mi gyerekeink határozottan állítják, hogy összesen kétszer fordult elő, hogy kibontották titokban az eldugott karácsonyi ajándékot. Meg azért keresték, de hogy ki is bontották, hogy megnézték, hogy mi van benne, ez csak kétszer fordult elő az életük során. Azt nem tudjuk, hogy az unokáink hányszor bontották ki az ajándékokat, mert ott már ügyesebb voltam, és mindig jól be volt csomagolva. Ajándékbontás után következik az ünnepi ebéd. A karácsony elkerülhetetlen kelléke a szaloncukor formájú úgynevezett cracker, amely kinyitásakor pukkan, és amelyben apró ajándékok rejtőznek. Ilyet is sokszor lehet látni a vígjátékokban, főleg az angol vígjátékokban, hogy ez olyasmi, mint amit esküvőkön, meg a gyerekek zsúrján is szokták csinálni, ilyen nagy dobozba rengeteg apróságot, meg édességet csomagolva beleraknak, és akkor azt bekötözik, fölrakják valamire, és azt egy fa bottal szét kell verni, és akkor lepotyognak az ajándékok. Ezt nem tudtam, hogy karácsonykor is csinálják, ilyen filmet nem láttam. A hagyományos karácsonyi ebéd a gesztenyével töltött pulyka, zöldségek, kelbimbó, sárgarépa, pasztinák, zöldborsópüré, krumpli és vörös áfonya szósz. A legszokásosabb desszert a karácsonyi puding, elnevezésű sütemény, tehát itt azt írja, hogy sütemény, mely alapja sokféle szárított gyümölcs és édes fűszerek és egyéb finomságok. Elmaradhatatlan eseménye még ennek a napnak a királynő karácsonyi üzenete. The Queen, aha, ez tehát akkor készült, mikor még az Erzsébet volt az uralkodó, ha már király van, King, Christmas message, mely beszéd hagyománya 1932-re nyúlik vissza. A BBC közvetíti a beszédet, és a legtöbb angol ember megnézi. Nem vagyok benne biztos, hogy most is még azért az Erzsébet királynő nagyon népszerű volt a második Erzsébet. Igen, de nem tudom. December 26-án az úgynevezett Boxing Day. Ez kifejezés fordítása dobozoló nap. Tehát nem boxolnak, hanem dobozolnak box. Az elnevezés eredetinek számos változata van. Ez a nap banki ünnepnap, melyen a bankok és egyéb irodák zárva tartanak, de az üzletek nyitva vannak. Az angol ünnepek jellemzője, hogy amennyiben azok hétvégére esnek, ugye az azt követő munkanapot kiadják munkaszüneti napnak. Azokban az években, amikor december 25 és vagy 26-a hétvégére esik, akkor 27-e és 28-a is lehet munkaszüneti nap. Ez érdekes, ugye? Igen. Pedig igen. Amerikában meg csak egy nap a 25-e. Igen. Nálunk meg 25-26-a, sőt most fogják állítólag bevezetni, már megszavazták, hogy 24-e is munkaszüneti nap lesz. Nem irigylem azokat az élelmiszerbolti kiszolgálókat, akik 23-án fognak dolgozni egy 3-4 napos ünnep előtt. Igen.
De azért a karácsony nagyon jó ünnep. Angliáról azt szeretném mondani, hogy egyszer Londonban is jártunk, úgyhogy december elején volt valami konferencia, és akkor már arra határozottan emlékszem, hogy a Trafalgar téren már ott állt a hatalmas karácsonyfa. És nagyon sok, hát az üzletek, ugye ez még akkor tájt volt, mikor a fogyasztói társadalom nagyon erős volt, és az üzletek nagyon föl voltak dekorálva. Én nem éreztem úgy, hogy nagyon vallási tartalma lenne Nagy-Britanniában a karácsonynak, sokkal inkább egy ilyen játékos, és a csillogás, ugye, tehát ez náluk nagyon fontos szintén, hogy minden csillogjon, villogjon. És a karácsonyi puncs. Na ezt a receptet, a karácsonyi puncs. Eznek a receptjét is elmondjuk a jövő héten. Oké, nagyon jó. Akkor most menjünk egy kicsit távolabb. Ez a távolság, ahol elröpít minket az internet, ez Japán. Erre nem jártunk, nem voltunk Japánban soha, és ezért nagyon érdeklődéssel figyeltük, hogy mit találunk az interneten. Jó pofa. Elolvasod? Igen. Bár a kereszténység a három fő vallás egyike Japánban, mégis a lakosság csak pár százaléka vallja magát hívőjének. Ellenben hatása nagyon is jelentős, a nyugati civilizáció beáramlásával a karácsony is a nemzetközi érdeklődésre tett szert. A The Japanese Today arról tudósít, hogy a legképzettebb japán alig, ha nem tájékozottabb a kereszténység történelmét és elveit illetően, mint a buddhizmuséban. A keresztény szokások iránti lelkesedés egyik kifejező példája a karácsonyi mánia. Más források szerint, és ezek vannak túlsúlyban, a karácsony a japánok számára csak egy ünnep, amikor megajándékozzuk a másikat. A karácsony és Jézus Krisztus közötti összefüggés nem túl erős. Xaveri Szent Ferenc 1549-ben érkezett Japánba, az ő nevéhez köthető a karácsony behozatala Japánba, az első írásos bizonyíték megtartásáról az 1552-es évből való. 1612-ben betiltották a kereszténységet, de páron titokban továbbra is megtartották. Amit mi japán karácsonyként ismerünk, az 1960-as években jött létre. Karácsony éjjel az a kevés keresztény templomba megy, ahol az istentisztelet mellett betlehemes előadást is láthatnak. Ezután összeülnek teázni, és a gyerekek előadását nézni. Nem feledkezhetünk meg a karácsonyi tortáról sem, amely hagyománya nagyjából egyidős a karácsonyfáival Japánban, azaz körülbelül az 1960-as évek óta tart. A karácsony divatba jövését legfőképp az amerikai tévédrámáknak köszönheti. A legtöbb japán számára a karácsony olyan, mint részt venni bármely más japán ünnepen. Az 1970-es, 80-as évektől kezdett romantikussá válni a japán karácsony, szerelmes dolog és sorozatok hatására. A jelenlegi császár születésnapja december 23-án van, ez a nap munkaszüneti nap, viszont sem 24-e, sem 25-26-a nem az. A karácsonyfa díszítése kicsikét más, mint Magyarországon. Gyakori díszek a legyezők, lampionok. Mivel nincs meg a hitbéli háttér, kifejezetten családi ünnepként sincs számon tartva, ezért a többség szórakozni megy. Otthon bulizik, kimozdul valahova a családjával, vagy a szerelmével, vagy X
Xmas Wien Beer-t játszik, ez nem tudom micsoda, ami a hirdetése szerint Ausztriából származik, egész Európában elterjedt. Mindezekkel... Ez egy valami ital, amit bécsi sörnek hívnak, karácsonyi bécsi sört isznak, és Ausztriából származik, és egész Európában elterjedt, mi se ismerjük. Szerintem az osztrákok se ismerik, ez valami japán kitaláció, üzleti fogás, nem? Lehetséges, lehetséges. Mindezekkel együtt is az új év fontosabb ünnepnek számít a karácsonynál. A karácsony még csak nem is munkaszüneti nap. December 25-én az összes karácsonyi dísz lekerül, hogy az új évnek adja át a helyét. Amiről majd egy új év előtti műsorban fogunk hosszasabban beszélni. Nem beszéltünk egy olyan dologról, ami hát az embert azért időnként egy-egy nagy áruházban a sírba tudja vinni, hogy megállás nélkül ugyanazok a karácsonyi dalok hangzanak a hangszórókból, amikor megszigorították ezeknek a daloknak is a szerzői jogát, akkor hál' Istennek kevesebb szólt, viszont baj az, hogy mindig ugyanaz a mondjuk 25 dalból kerülnek sorra, és minden... Különösen a Jingle Bang, Jingle Bang. Van még néhány ilyen nagyon, és mindegyik a szeretetről és a vízéről szól. Na, csukjuk be a fülünket, olyankor nem könnyű feladat. Mi megpróbálunk azért olyan zenéket használni, amelyik nem pont ilyenek. Mindenféle zenei stílusban lehet találni karácsonyi zenét, a klasszikus zene korai műveitől kezdve, amik fönnmaradtak, ották és újra eljátszák, egészen a modern klasszikus zenéig, a könnyű zene is rengeteg van, borzasztó sok, borzasztó jók, borzasztó gyengék, ugyanúgy, mint minden más zenében, csak ilyenkor tömörítve kapjuk a fülünkbe. Érdemes, hogyha valaki a komoly zenét nagyon kedveli, megnézni, hogy a közeli templomokban milyen koncertek vannak, mert azok viszont általában elég színvonalas, és nem olyan nagyon elcsépelt zenéket játszanak, mint az áruházban, ahol valószínűleg nem is egy szakértő rakja össze a zenét, vagy egyszerűen betesznek egy olyan összeállítást, amit az internetről töltenek le. Tehát ne sokat várjanak az ilyen nyilvános helyen szóló zenéről, de koncertek nagyon jók, nagyon színvonalasak. Ha kicsi gyerek van, akkor ugye már későn szólunk, mert biztos elfogytak a jegyek, de a diótörőt azt azért minden kis gyerek hajlandó megnézni. Igen, még lehet kapni az Operaház diótörőjére jegyet, láttam az interneten. Igen, na akkor érdemes ilyen helyre elmenni. Vannak most már modernebb előadások, vannak a teljesen hagyományosok, és szerintem mindegyiket érdemes megnézni, és érdemes elmenni, ha a zenéset akarnak nézni, akkor különböző színházakban nagyon jó színvonalas musical előadások is vannak, operettek is vannak. Én és aztán a szilveszter jönnek a denevér előadások, mert olyankor meg azt szokták játszani. Igen, mindegyinek azt tudom, ha még nem eléggé telt meg az agya a karácsonyi filmekkel, akkor keressen rá mindenhol. Minden égi csatornán lehet kapni, lehet látni karácsonyi filmeket, de még a YouTube-ra is 626 millió darab föl van töltve. Ilyet hangolódjanak rá a karácsonyra, és kezdjék el díszíteni a lakást, az nekem nagyon tetszik az a módszer, hogy minden nap valamit csinálni a lakásban, vagy ha van kert, akkor a kertben dekoráció. Nálunk itt a közelben a lányomék házán már kint van egy villogó karácsonyi, de nagyon jó pofa kis szolid díszítés. És azt láttam tegnap előtt, hogy valaki megállt a ház előtt, és megnézte, hogy milyen szép az egyik szomszéd, nem is ismerem, hogy kicsoda, de hát itt lakik biztos az utcában. Tehát ezeket is nézzék, és pihenjenek, és készüljenek, csináljanak saját maguk ajándékokat. Te milyen ajándékot fogsz készíteni karácsonyra? Titkos. Ó,
lesz nekem meglepetés. Igen. Én megmondom, hogy mit fogok készíteni. Azt a pulóvert, amit tavaly nyáron kezdtem el neked kötni, ha szerencsénk van, be tudom fejezni. Szóval készüljenek, és ne fárasszák magukat túl. Köszönjük szépen a figyelmüket, Kis Katalint és Tóth Zoltánt hallották, és fogják hallani jövő pénteken is. Akkor is a karácsonyról, csak akkor a főzés előkészületekről.